Sziasztok! Remélem, hogy jól vagytok. Ma egy igét, vagyis nem is csak egyet, hanem kettőt, és a kettőből hármat is fogunk tanulni franciául. Mehetünk? Szóval, az első ige az a dire, mondani. Dire, mondani. Il m'a dit que j'étais belle. Azt mondta, hogy szép vagyok. Il m'a dit, azt mondta, que, az a hogy, j'étais belle, hogy szép voltam tulajdonképpen franciául. Franciául úgy mondják, hogy j'étais belle. Il m'a dit que j'étais belle. Azt mondta, hogy szép voltam. De az nem azt jelenti, hogy már nem vagy szép, hanem azt jelenti, hogy azt mondta akkor, amikor mondta. Szóval ezt franciául így kell mondani, de magyarul azt úgy mondják, hogy azt mondta, hogy szép vagyok. Il m'a dit que j'étais belle. Vouloir dire, az azt jelenti, hogy jelenteni. És hogyha azt mondom nektek, hogy ça veut dire quoi être belle? Mit jelent az, hogy szép lenni? Ça veut dire quoi être belle? Ça veut dire quoi être belle? Az a veut, az a vouloir igéből jön, szóval akar, akarni, vagy szeretne akarattal, de vouloir dire, az azt jelenti, hogy jelenteni. Szóval azért mondtam, hogy kettőből fogunk hármat tanulni. És ez a vouloir, ebből például azt lehetne mondani, hogy je veux que tu me dises ce que ça veut dire. Szóval vouloir, az szeretni akarattal, akar. Vouloir. Je veux, akarom, que tu me dises, hogy megmond, ce que ça veut dire. Hogy mit jelent. Je veux que tu me dises ce que ça veut dire. És ebben a mondatban benne van mind a három ige, ha úgy lehetne mondani, hogy három van, kettő, de három. Remélem, hogy tetszett az új lecke, és nem sokára megint találkozunk. Sziasztok!